Üdvözlök mindenkit, én Noémi vagyok, és igen, ebben a videóban Story Mode negyedik részét fogom nektek most megcsinálni. Csak egyébként azért negyedik rész ez, mert némi technikai gond adódott, és a harmadik rész, ne írjátok le kommentbe, hogy nincsen harmadik rész, mert van. Csak azt, hogy is mondjam, nem privátba tettem, hanem linkkel lehet csak megnézni, mert azt úgy csináltam meg, hogy van hozzá hang, mindenki beszél, csak én nem hallatszódok rajta, ami elég nagy baj számomra. És hát úgy meg nem lehet. De így meg a zenét nem halljátok. Szóval... nem tudom, kezdjük. Csak a zenét nem halljátok, de engem igen. Egyébként annyi történt ez az előző rész tartalmából, hogy... hogy volt egy ilyen szakállas pasi, azt a második részben láthattátok is, egy ilyen öreg úr. És az megidézett egy Vithert szörnyet lélekhomokból és solvasztó koponyából. És az megette az embereket, mondhatni igen, megette, meg a végén elragadta tőlünk szeretett Petránkat is, meg még elragadott egy ilyen gyémántos pasit, akire az első és második részben is haragudtam, hogy idegesítő, hogy mindenhol ott van a képe, és ez most nagyon nem érdekel. Bocsi, csak alacsony emberek. Ó, induljon. És igen, átmegyünk a Edem. Kérdezi, hogy hol van Petla. Ojjaj. Halakszik rá. Ez így nem lesz jó. Ja, egyébként még elmondta Petla, hogy most azt hiszik, hogy Petla jön. Na, ez az a pasi, aki megidézte a Vithert. Ez pedig a szörny. Most kiabálnak velem, mert nem jó ez így, hogy ő is átjött a kapun. Ja, megvan a neve. Bocs, hogy ezt csak most mondom, de csak most jutott eszembe a neve. Gabriel. Gabrielt ragadta még el Petrával. Egyet be kéne egy jó nagyot húzni a csábónak. Jaj, bocsi.
Most azt mondja, hogy induljunk végre. Ebben mondjuk igaza van, indulni kéne. Nem áll. Most arra gondolok, hogy ez inkább olyan szellemhang volt. Nem, a szellemektől pont félek. Na, a Minecraftos zontól, mert az olyan ijesztő. Ó, zombi maradt ember. Indulás. Egyébként mondtam már azt hiszem, hogy ezt a játékot egyszer már végigjátszottam, és ilyenkor pont rosszul csináltam, szóval Jesse pont fejjel lefelé szállt be a csillébe, szóval ez vicces volt akkor. De most jól vagy? Ahogy mondja, oh no. Meredek egy szokt. Kadék. No, hogy még lefejeljem, mert a fejem ott marad. Ajaj, ez nem jó. Jesse, húzd meg! Húzod! Oké, meghúztam. Awesome. Ne! Elszakadt a kutyaink. Te maradsz velem maradt. Vagy mégsem. Arra várhatsz, hogy lelőd a kis malacomat. Gyere, Ruben. Aja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 j
Most poénkodsz. Ó, fenerje meg. Ezt az eredeti Minecraftban is megcsinálom majd egyszer. Na már, egyben maradtunk. Ja, ezt nem az rossz értelemben mondtam, csak hogy egy csilla maradt. Milyen búsan illott az a szellem. Mutatta azt a videó? 10 perc. Nem sok.
mi történnek itt. Ó, ne dőlt kapu. Mit lesít, ne dőlt kapu. Ez nem valami nehézség, hogy átlépünk egy lábát. Főleg, ha csak simán átsétálsz rajta. Úgy az, hogy nem tudok angolul, pedig akkor örömmel fordítanák nektek is. Na, még magamnak se tudok. Pedig ha németül lenne, akkor még többet is értenék benne. Indulás. De nézzük meg. Ja, nem lehet. Mit képzelsz, hogy a barátomat letámadod? Ezt a tiszteletlenséget. Lehet, hogy furcsa, de én még mindig nem tudom ezeknek a nevét. Csak páruknak. Milyen szép hold. Csúnya pók. Ki ez az Axel? Ajaj, ez nem biztató. Ó, föld. Ó, csinálok egy kis bunkert. Na, szép ház lett. És nem akarunk bemenni? Lehet, hogy ezt így nem hallottátok, de vérfarkas hang volt. Ó, sütike! Helyes. Nekem adhatsz kettőt is.
Hát én kedves vagyok, inkább odaadom neki. Na fiúk, lányok, hát ennyi lett volna ez a videó, a Story Mode 4. része. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok föl, ha nem szeretnétek lemaradni a többi videómról. Hát igen. Egyébként még azt el szeretném mondani, hogy van egy osztálytársam, aki nézte a videóimat, és kérdezte, hogy hogyan csinálom, hogy ott van a fejem a kis négyzetben. Hát ezt, ha még valaki más kérdezi, akkor a leírásban meg leírom, hogy, mert akkor leírom a leírásba, hogy hogy honnan tudjátok letölteni ezt a linket. Hát oké. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok és iratkozzatok föl. Sziasztok!